Ebben az évben egy újabb filmes versenyt indítanak el, jelentette be professzor dr. Szécsi Gábor, a PTL KPVK dékánja, aki az ezzel kapcsolatos témákat is elmondta. Az egyik téma, mondhatjuk, hogy a hagyományosnak tekinthető shoot for pont témány, de ezúttal nem a földért forgatunk, hanem az egészséges életformáért. A másik témánk pedig egy igazi lokálpatrióta téma, ezért a városért forgatunk, és hát próbálunk minél több tehetséget rávenni arra, hogy a lokálpatrióta érzelmeit filmekben is megjelenítse. A program az új nemzedékek sajátosságaira reflektál, és a középpontba helyezi környezetünk kérdésköreit. A legújabb kutatások egyértelművé tették, hogy a mai fiatalok, az új nemzedékek, a digitális kultúra tagjai igen erőteljesen kötődnek a lokális értékekhez, mert van egy tudatos háttér ebben a folyamatban, amit a globalitás vetít oda. Tehát azzal, hogy állandóan bent vannak ebben a globális híráramlásban, saját helyi kötődéseikre, települési, városi kötődéseikre, hagyományaikra, az eddigieknél tudatosabban reflektálnak, vagy tudatosan befogadják. Kindl Gábor producer és a versenyigazgató ismertette, hogy pontosan hogy is néz ki formailag a megmérettetés. Határozott idő alatt, 24 óra alatt kell egy rövid filmet csinálni annak, aki a játékban részt vesz, és tulajdonképpen hát 20 évvel ezelőtt indult el Szekszárdról ez a történet, és most két játék zajlik majd április végén, ami miatt most van a sajtótájékoztató, az, hogy legyen idő fölkészülni, illetve az egyik játék az egy hagyományos, meghívásos játék, április 27-28-án pedig itt Szekszárdon kell majd mindenkinek forgatni, nem is lehet máshol, csak kizárólag Szekszárdon. 20 éve rendezik meg az eseményt, idén Szlovákiával együttműködve. Bíró Éva, a Szlovákiai Magyar Televíziók Szövetségének elnöke örömmel fogadta az ötletet, hiszen a felvidéki fiatalok között is sokan kiemelkedő és kreatív ötletekkel rendelkeznek, amit idén ők is megmutathatnak. Ez az első alkalom, hogy ők is csatlakoznak a versenyhez. Első körben Dunaszerdahelyről, a mi lakóhelyünkről próbáltunk fiatalokat felkelteni a verseny, az ő érdeklődésüket a versenyre. Úgyhogy két tagú csapattal érkezik majd a felvidéki különítmény, méghozzá az egyik diák Csuba Dávid, a Comenius Egyetemen végzett Pozsonyban, a másik fiatal pedig a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármi Gimnáziumnak a diákja. Az együttműködés nagy bizakodás övezi, ami egy közös ígéretes projektet és produktumokat vetít előre.